az egy éve Nyíregyházán élő sörényes hangyászpár, a 3 éves Manka és a 2 éves Marvin dán állatkertekből érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében, azzal a céllal, hogy a Park Viktória házának, amely a különleges és fura kinézetű állatok gyűjteménye, kollekcióját gazdagítsák. Gondozóik örömmel konstatálták, hogy bár a szabad természetben magányosan élő állatokról van szó, Manka és Marvin első perctől folyamatosan keresték egymás társaságát. Nászuk gyümölcse a születésekor körülbelül 1500 grammos testtömegű kölyök, miniatűr változata 40 kg-os szüleinek. A kis sörényes hangyás 180 napi vemhesség után jött a napvilágra, és 20 perccel születése után már anyja hátán lovagolt. Ezt a mozgásmódot fogja majd előnyben részesíteni, bár önálló járásra is képes, egészen 6-8 hónapos koráig. Anya és gyermeke szinte egybeolvadva a szövetére nézzük, ez nem véletlen, hiszen a természetben így védekezik az apróság az ellenségekkel szemben. Mivel alapvetően a sörényes hangyásnak a legalacsonyabb a testhőmérséklete az emlősök között, mindösszesen 32,7 fok, éppen ezért alvás közben anyja a hasához veszi az apróságot, és seprűszerű falkával betakarja. Ez a különleges kinézetű állat államalkotó rovarokkal táplálkozik, teste minden porcikája ehhez alkalmazkodott. Megnyúlt állkapcsában nincsenek fogak, helyette hosszú, villámgyors nyelvével kapja el a termeszeket, percenként akár 150 rovart is tud zsákmányolni. Karmai segítségével, játszik könnyedséggel tépi fel a termeszvárak betonkeménységű falát, de védekezésre is szolgálnak, ha az állat veszélyben érzi magát. Bár a sörényes hangyászok egy nap akár 15 órát is képesek alvással tölteni, a szerencsésebb látogatók már láthatják az anyaállatot és kicsinyét is a Nyíregyházi Állatpark Viktória házának belső kifutórendszerében.